Hát, szép jó estét! Elindult újra az élő előadás, ugye előbb volt a hatha óra, annak nemrég vége lett, tartottunk egy kis vacsi szünetet, és akkor most folytatom az előadással a videót. Most megint egy picit várok, hogy be tudjatok csatlakozni, illetve megpróbálom megint az eseményt megosztogatni, hogy az általam kezelt csoportokban, oldalakban és elérhető legyen a videó. Ugye most is úgy működik, hogy az eseményre rákattintasz, azon belül elindul a videó, de ha pont a nyitó oldalon nincsen, akkor lejjebb kell görgetni az oldalt, és a beszélgetés megjelenítése, ez a legalján van egy ilyen kiírás, arra rákattintva elvileg megjelenik, gyakorlatilag meg nem tudom, nem vagyok egy zseni. Általában szokott lenni segítőm, ugye a legutóbbi online joga fesztiválon is itt volt a Bence velem, és ő segített. Tehát most sajnos nincs itt, úgyhogy nekem kell megoldani a dolgokat. És hát én nem értek hozzá, persze én tudom, hogy mindenki azt írja, hogy megosztás gombot nyomjam, de nincs megosztás gomb. Tehát ennyire én is értek a Facebookhoz, hogy megosztás gombra kéne kattintani, de nincs. És itt a chat ablakban se jelenik meg, amit mondtak, páran hozzászóltatok a jogaórához, persze azt se láttam, mert én jogaórát tartottam, tehát hiába írtatok, nem tudtam megnézni, csak utólag néztem meg. Hogy a chat ablakban van a megosztás gomb, meg itt van, meg ott van, de én nem találtam. Úgyhogy megint csak az eseményt osztottam meg, és az eseményre rámenve, akkor megtaláljátok a videót reményeim szerint. Így. Jó, hát ezért már vagytok 20-an, és itt írja is Ferenc, hogy működik. Halljátok a hangomat? Elég, ha csak egy-két ember beírja, hogy igen, és akkor abból már tudom. Jó. Oké, és oké. Érdekes, amit megjegyeztek, azt ezek látom. Csak a megosztás gombot nem látom. Na jó. Örülök, hogy itt vagytok, és annak aztán még inkább örülök, hogy az ászanázáson túl a filozófia, az életmód is érdekelt titeket. Ugye volt, hát nem is tudom, 2 hete? Egy ilyen online jóga fesztivál, amely keretén belül tartottam órát és előadást, és ott elkezdtem egy témát, hogy az igazi boldogság forrása az a test, a lélek és Isten ismerete, és azt elkezdtem ezt a témát. Most ezt így folytatnám. Ja? Nem akarok ismételni, most csak visszautalok az előző előadásomra, hogy ott akkor beszéltem nektek arról, hogy miért vágyunk mi a boldogságra, miért vágyunk mi az örök létre, mert mondtam, hogy lelkek vagyunk és lélekként ez az eredeti természetünk. Aztán beszéltem arra, hogy miért felejtettük el az eredeti természetünket, a valódi önmagunkat, és mondtam azért, mert az anyagi világba kerültük, az anyagi test és az anyagi tudat így beburkol minket, és hogy beburgol ez az anyagi tudat, igazából ez, ami megakadályozza azt, hogy én az érző, az a forrásomat, a lelkemet tapasztaljam. És akkor beszéltünk arról, hogy a tudat hogyan épül föl, van ugye az elme, az intelligencia, a hamis ego, ezek külön-külön egységek, mindegyiknek megvan a saját feladata, de a hármat együtt vesszük, akkor az úgy a csitta, az anyagi tudat. És akkor erről beszéltem nektek múlt alkalommal, úgyhogy most megint nem mondanám el, hogy mi micsoda is hogyan működik, mert nem ismétlem magam, majd közzéteszem azt az előadást is, és akkor meg tudjátok nézni, ha érdekel valakit. És akkor folytatnám ott, hogy tudat, ott fejeztük be. Meg hát beszéltünk a lélekről, beszéltünk Istenről, úgyhogy ezekről a témákról beszélnék most is nektek így kicsikét. Tovább, hiszen ezek olyan témák, amik nagyon érdekelnek minket, hiszen mindannyian tényleg ezt a boldogságot, ezt a megnyugvást, ezt a békét keressük, és a jogának ez lenne a cél, hogy ezt elérjük. És akkor ott tartottam, hogy a tudat, ugye volt az elme, intelligencia, hamiság, úgy együtt a tudat, anyagi tudat, tehát most kiemelem, hogy erről beszélek, mert van a lelki tudat is, majd arról is mindjárt beszélek. És az anyagi tudat azért nem egyszerű, mert annak mondjuk egy 2 része van. Amit úgy hívunk, hogy aktív tudat, vagy úgy is szoktuk mondani, hogy tudatos tudat, ez az egyik része a tudatnak,
A másik része a tudatnak, az a passzív tudat, tudattalan tudat, majd a hétköznapokban úgy szoktuk hívni, hogy tudatalatti. Tehát akkor van az aktív tudat, és van a tudatalatti. A tudatnak ez a két nagy területe. Az aktív tudat az, amivel most én beszélek hozzátok, és ti hallotok engem, és lereagáljátok az eseményeket. Ha most itt ülnétek velem személyesen, akkor beszélgetnénk. És akkor neked van egy gondolaton, megosztod velem. Nekem lesz egy reakcióm, én megosztom azt veled. És akkor elindul egy párbeszéd, érzelmi reakciók sorozata. És akkor ez az aktív tudat. Az aktív tudat az olyan dolog, hogy könnyen tudunk ráhatni, mert ha intelligens vagy, jól nevelt, vagy mondjuk egy kicsit kontrollálod az elmédet, akkor tudsz hatással lenni a tudatra, hiszen meg tudod válogatni azt, hogy milyen érzelmeknek engedsz utat, meg tudod válogatni azt, hogy mit mondasz a reakció során, a kommunikáció közben. Ezért az aktív tudattal olyan nagy bajunk nincsen. Ami okozhatja inkább a nehézséget vagy a problémát számunkra, az a tudatalatti. És azt hiszem már múlt órán is, vagy nem órán, hanem előadáson is, már mondtam nektek azt, hogy a tudat alatti, a tudatnak a nagy része. A tóhoz hasonlítottam, emlékeztek? Volt a tó felszíne. A tó felszíne az maga az aktív tudat, amelyen keresztül kapcsolódunk a külvilággal, vagy amit a külvilág lát, hiszen a tóból is a felszínt látod. Ez akkor az aktív tudat. És akkor a tudat alatti, az meg maga a tó vize, a tóban lévő dolgok, az állatok, a hínár, a növények, ugye, az iszap, a meder, a tónak a formája. És akkor a tónak a nagy része az ez, amit elsoroltam. Ugyanígy a tudatunknak is a része akkor a tudat alatti. De hogy a tavat is nagyon meghatározza azt, hogy mi van benne, mi teszi össze, hiszen azt látod, ugyanígy a tudatunknál is nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy mi van ott legbelül bennünk a tudat alattiba. Tudatalatti a szamszkárákból, igen, mindig keverem. Tehát a tudatalatti a szamszkárákból áll. Mik azok a szamszkárák, ugye ez a szanszkrit szó? Ez tudati lenyomatot jelent. Legalábbis így szoktuk fordítani, tudati lenyomat. De ezt mondhatnánk úgy is, hogy gondolati lenyomat, hogy az, hogy emlék, emlékkép, érzéscsomag ott legbelül a mélybe. Ezeket mondhatnánk a szamszkárákra. Képzeld, hogy bármi esemény történik veled, az raktározódik benned. Látsz egy filmet, olvasol egy verset, vagy beszélgetsz a barátoddal, vagy csak végsétálsz az utcán és látsz bizonyos embereket, szituációkat. Ez mind bemegy a tudatodba, az elmédbe, az kezeli, és ami kell, hasznos, az aktív tudat elreagálja. Ami nem kell, az puff, megy a memóriatárba. Elmegy a Winchesterre, elmented. Tehát a tudat így elraktározza a szamszkárák formájában az élményeket, emlékképként, tudati lenyomatként, és akkor lesz egy nagy-nagy-nagy tudattár. Vagyis, mint a tóba, lesz egy nagy tartalom. És akkor ez a tartalom, ez nagyon meg fogja határozni azt, hogy aztán hogyan reagálod le a külvilágnak a eseményeit. Ezért vagyunk mindannyian mások többek között. Azért is mások vagyunk, mert lélekként eredendően is már alapból mások vagyunk, és mindenkinek van egy személyisége, egy formája, egy tudata, és ez az egyik, amiért mi, miatt egyediek vagyunk. Másik meg pont a tudatalatti miatt, hiszen mindenkinek más emlékkép kupaca van ott belül. És mondtam nektek, hogy ez pozitív és negatív értelemben is meghatároz minket. Nem tudom már milyen példát mondtam az előző adásnál, de most az ütött eszembe, vagy tegyük föl. Biztos történt veletek is már ilyen, hogy találkoztál valakivel, és úgy érezted, hogy 1000 éve ismered, és pedig csak akkor láttad meg először, és rögtön megszereted. Most nem feltétlenül szerelemre gondolok, hanem csak egy nagyon mély szimpátiát érzel iránta, holott nem is ismered, nem láttad sose, csak bejött a terembe, bejött a szobába, bejött a jogórára, és akkor már szimpatikus. Hát miért van ez? Egyrészt van egy kisugárzása, de azon túl, emlékeztet valakire, vagy valakikre. Tehát neki van egy külseje, egy hajszíne, egy szemszíne, egy habitusa, egy hanglejtése, és ha pont előtte valamelyik életedbe, vagy jelen életed múltjába szerettél ilyen típusú, habitusú, hangú embereket, akkor bejön, akkor ez a tudatalatti rögtön fölnyomja az emlékképeket, ami ehhez az élményhez kapcsolható, és aktiválódott, és rögtön szereted az embert, és hú-hú-hú, vele akarsz barátkozni. De ez mondom negatívba is működhetne. Például, nem tudom,
Azt hiszem, ezt a kutyás példát mondtam, de most is ez jut eszembe. Tegyük föl, megharapott egy kutya ebbe az életedbe, vagy előző életedbe megharapott, vagy minden előző sok-sok életedbe többször is megharapott a kutya. Ezer alapjáraton férsz a kutyától, és mész az utcán, és arra jön feléd egy kutyus. Mindegy, hogy milyen habitussal van a kutya, lehet, hogy tök örülve jön, játékosan jön feléd, de te már rögtön befeszülsz, rögtön rettegsz, rögtön félsz tőle, és menekülnél. Ez ugye egy negatív élmény. De miért csinálod ezt? Hiszen ez egy aranyos kutyuli, tehát oda kéne menni, játszani vele, megsimogatni, vagy egyszerűen csak figyelmen kívül hagyod, és mész tovább. De te mégis rettegsz, és akkor ott izzadsz, és minden bajod van. Mert a tudat alatti előtolta ezt a tartalmat, és ezen keresztül látod a világot. Tehát látod, pozitív irányba is lehetsz túl rajongó, túl lelkes valaki vagy valami iránt, és negatív irányba is lehetsz ilyen. A semleges ez ritka. Akkor szoktál semleges maradni, amikor vagy jó tudatban vagy, és józan vagy, és ez lenne a cél. Vagy abban a témában nincsenek emlékképeid, és nem érdekel a szituáció, mert új, és akkor tényleg a jelen tudod megélni. Tehát ilyenek történhetnek veled, és akkor ezek alapján lereagálod a dolgokat. Hogyan fogod lereagálni a dolgokat? Hát egyrészt meghatározza majd az, hogy a tudatalatti mit dobott elő, pozitív vagy negatív, és akkor ilyen programokat elkezdesz futtatni, ilyen bevett szokásokat, hogy kinek mi a reakciója. A reakció lehet, hogy elkezdesz kedveskedni, vonzódni hozzá, flörtölni vele, barátkozni vele, meghívni őt. Kinek éppen mi a program, akkor úgy elkezd a szituációba tovább pörögni. Ha pedig negatív van, akkor megjön a félelem, aggodalom, düh, pánik, menekülés, és akkor elkezdesz egy ilyen vészreakciót csinálni. Tehát akár így, akár úgy van, egy program elindul benned, és lereagálod. Tehát akkor a tudatalatti fogja meghatározni, hogy reagálod le. És az is foghatni, hogy az aktív tudatod éppen mennyire aktív. Az aktív tudatodban az intelligencia mennyire erős, mennyire tud hatást gyakorolni az elmédre, a tudatalatti tartalomra. Ezért fontos lesz majd az aktív tudatnak is az erősítése, kiterjesztése, erről majd később beszélek, hogy mire gondolok ez alatt. És ami még meghatározza azt, hogy jelen esetben, jelen szituációban, abban a pillanatban milyen kötőerők hatnak rád. Ez a kötőerők, ezek olyan erős, olyan minőségek a teremtett anyagi világban, amelyek meghatározzák a működésünket. Meghatározzák a természetnek a működését, rendjét, a testünk működését, rendjét, a tudatunk érzelmi világunknak a működését, rendjét. Tehát mindenhol ott vannak. Ez a három kötőerő, ugye a tamasz, a tudatlanság, ez minden, ami sötétség, elmúlás, betegség, tudatlanság, emberi tulajdonságokban, gyarló tulajdonságok, mint irigység, önzőség, büszkeség, akaratosság, stb. Tehát a tamaguna alatt, a tamasz, mint tudatlanság minőség, ezt a sok mindent gondolom alatt, amit felsoroltam. Tehát amikor ezt mondom, akkor ezt a sok jelzőt értem mögötte. És ez a tamaguna ezeket képviseli a világban, és ezt működteti a világban. A rajaguna az a szenvedély minősége, ami az átváltozás, aktivitás, változás, egyszer fönt, egyszer lent, egyszer vidám, vagy egyszer szomorú, vagy egyszer egészséges, vagy egyszer beteg, vagy rajongsz valami felé, aztán két perc múlva már utálod azt a dolgot. Ezek a szélsőségek, a túl sok vágy, a túl sok kaland, a túl sok romantika, a túl sok akarás, ez mind a rajaguna. A gyulladás, a betegség, alkonyat, pirkadat, dél, ez mind a rajaguna minőségébe tartozik. És akkor mi a harmadik? A szatvaguna, igen, a jóság minősége. A jóság minősége ez minden, ami fény, egészség, tudás, harmónia, életerő, pozitívum, az emberi tulajdonságokban jó tulajdonságok, türelem, együttérzés, kedvesség, figyelmesség, stb. Ezek mind. Az anyagi világban mind a három kötőerőre szükség van, egyik nélkül se tudunk élni. Gondolj a természetre, amikor jön a tél, jön a hideg, jön az elmúlás, az a tamaguna, de szükség van rá, mert ki kell, hogy pihenje magát a természet, hogy aztán újjá tudjon születni. Ugyanígy, amikor a test meghal, szükség van rá, majd a reinkarnációról és a karmáról, majd egyszer egy külön előadást is tartok. Most csak annyi, hogy életről életre vándorol a lélek egyik testből a másik testbe a karmája sors alapján, és testeket, újabb testeket ölt. És a test megöregszik, meghal. Ez tamaguna, de erre is szükség van, mert különben a lélek nem tudna tovább haladni.
Vagy amikor jön az este, jön az éjszaka, lemegy a nap, jön a sötétség, a tudatlanság, de ez kell, hogy az állatok és mi magunk emberek, meg mindenki, az élőlények megpihenjünk, aludjunk, és aztán újult erővel tudjunk másnap menni neki az életnek. Tehát ilyen módon szükség van a tamagunára. Rajagunára is szükség van a szenvedély minőségére, mert a szenvedély minőségi teszi lehetőségre azt, hogy egyrészt megszülessünk, hiszen van anya-apa, jön a vágy, a szenvedély, megtörténik a szerelem, megtörténik a gyereknemzés, megtörténik a születés, a növekvés. Ez mind rajaguna, tehát maga a növekvés is oda tartozik, hogy fejlődünk, mármint testileg, kialakul a személyiségünk, az egzisztenciánk, ez mind rajaguna, ez ide tartozik. Vagy csak ahhoz, hogy tervezni tudjál, dolgozni tudjál, előre jutni tudjál, fejlődni tudjál, ahhoz is kell a rajaguna, mert az visz előre, ennek ez a természete. Tehát szükséges ez is a világban, vagy az életünkben. A szatvaguna pedig az, ami a fenntartás, az állandó sultság, mint a példáknál az, hogy nyár van és élet van. Vagy a napszakokban nappal van, és élet van, éberek vagyunk. Vagy fönn vagyunk, és tudatunk aktív, és kapcsolódunk a külvilággal. Vagy egészségesek vagyunk, kiegyensúlyozottak vagyunk. Tehát mind a háromra szükség van az anyagi világ ciklikusságához, sokszínűségéhez. Ha ezek a kötőerők nem lennének, akkor nagyon uncsi lenne, és nem lenne ez a fajta periódikus, ismétlődő rendszer se a születésbe, se a időszámításba. De hát vannak ezek a kötőrök, ezek létrehozzák az anyagi világot. Ezt most csak azért mondtam el, mert nem tudtam, hogy tudsz-e róla, és fontos, hogy ismerjük a kötőerőket, mert ezek a kötőerők akkor hatnak a testre, és hatnak a tudatra is. A testre úgy, hogyha szatva gúnában vagy, akkor egészséges, erős leszel, és nem tud a betegség kikezdeni. A rajaguna úgy, hogy úgy hat a testre, hogy egyszer erős, vagy egyszer gyenge, vagy változó, mondjuk így az egészségügyi állapotot. A tamaguna pedig úgy hat a testre, hogy gyengít, betegít, tompultá tesz. Így van. De nem csak a testre hatnak ezek a kötőerők, hanem a tudatra is. És természetesen a szatvaguna az békét, nyugalmat, elégedettséget, boldogságot okoz a tudatban. A szenvedély minősége az állandó vágyakozást, sóvárgást, tetrekészséget okoz, ami hosszú távon nem jó, mert kimerítő tud lenni. A tamaguna a tudatra úgy hat, hogy pesszimista leszel, akaratgyenge leszel, életunt leszel, depressziós leszel, mentálisan beteg leszel. Tehát nagyon is meghatározóak a kötőerők a tudatunk, testünk működésébe. Ezért tudnunk kell róluk. Tehát ismert fel őket. Bhagavad Gita nagyon sokat ír erről, a kötőerők tudományáról. Ha érdekel a téma, akkor a Bhagavad Gita-t olvasd el úgy, ahogy van, címmel, Srila Prabhupád írásával. Ezt tudom ajánlani. És akkor mondta, a kötőerőről sokat olvastasz. És azért fontos ezt felismerni, mert fel kell ismerni. Képzeld el, hogy minden hat rád, így akkor a tudatodra is, így arra is, hogy boldog vagy-e vagy nem. Ezért beszélek róla. Minden. Minden hat a tudatra. A tudatodat, az elmédet úgy képzeld el, mint a szivacs. Hogyha a tiszta szivacsot, mert ez vagy te, eredendően mindenki tiszta, mint lélek, és akkor ezt a tiszta tudatot beleteszed tiszta vízbe, a tiszta vizet szívja magába, és azt fogja éltetni, azt fogja kitenni őt, a tiszta víz ennek a minősége. Ugyanígy, hogyha szatva gúnába teszed a lényedet, a szatva gúna minőségét szívja fel a tudatod, és ő is ilyen tiszta lesz, és üde, mint a szatva gúna jóság minősége. De, ha te ezt a tiszta szivacsot beleteszed koszos, büdös, sáros vízbe, akkor azt a koszos, büdös, sáros vizet szívja magába, és az egész szivacs ilyen sáros, koszos lesz. Ugyanígy, hogyha a lényedet beleteszed a tamagúnába, akkor az is ilyen sáros, koszos, tompa, rossz lesz. Ezt érted? Tehát amibe vagy, azzá válsz. És nagyon nagy kép azt mondani, hogy rád nincsen hatással a világ, az emberek. Nincs így. Hatással van. Tudod, mikor nincsen rád hatással? Ez, hogyha felszabadult, önmegvalósított, magas tudatszinten lévő személy vagy. Akkor nincs rád hatással. De hát alig tudok ilyen embereket a világon. Hát van pár, őket követjük, ők a tanítómesterek, lelki tanítómesterek, lelki vezetők, papok, jógik, bölcsek, szaduk, babadzsik, különböző kultúrákban különböző nevekkel illetik, de vannak ilyenek, és akkor ők rájuk nem hat a külvilág, hanem ők hatnak a világra. De így halandó átlag embereknek is, nekünk is ez lenne a célunk, hogy mi hassunk a világra, ne az ránk. Ugye? Mert hogyha a világ hat rád, akkor reaktív emberré válsz.
és elszenveded a világot. Vagy örülsz a világnak. Mert ha tegyük föl, most éppen a világban az történik, hogy mindenkinek van munkája, jól megy a gazdaság, jó fizetést kapsz, tudod költeni a pénzt, tehát mondjuk pozitív dolgok vannak a világban, és te ebben a világban benne vagy, hát persze, hogy könnyű boldognak lenni, mert az van mindenhol a jóság minősége, és az adja a boldogságot, az eredményt, és a külvilág hat rád, boldog vagy. De hát ez sajnos nem csak így működik, hanem negatívba is működik. Gondold el, gazdasági válság van, világvége van, vagy ami most van, járványvész van, kiárási tilalom van, korlátoznak minket, korlátozzák a szabad akaratunkat, lehet, hogy a munkádat is elveszítetted, hát nem happy van, hanem pont az ellenkezője, rossz van, tamagúna van, tehát ez a lehúzó energia minőség van a világban, és ha te nem vagy tudatos, akkor ez a minőség hat rád, lehúz téged, és elszenveded. Tehát ez megint negatív, pozitív irányba történhet a világnak a reagálása. És ha jó a karmád, jót kapsz, a rossz, akkor rossz. De mi ezek elé, ezek mögé mehetünk, mert ha te tudatossá válsz, és te irányítod önmagadat, a tudatodat, akkor nem lesznek a külső tényezők olyan hatással rád, mint azt gondolnád. De tekerjünk vissza a gondolatmenet elejére, mert alapjáraton igenis hatással van ránk a környezetünk. Ugye erre mondtam a szivacs példáját, hogy magába szívja vagy a tiszta vizet, vagy a koszos vizet. Ugyanígy a lényünk is magunkba tudja a tamagúnát, vagy a szatvagúnát, a tudatlanságot, vagy a jóságot szívni. És igenis a kötőerőket fel kell ismerni, mert nagyon nem mindegy, képzeld el, hogy mi vesz körül. Az, hogy milyen filmet nézel, milyen könyvet olvasol, milyen társaságban vagy, milyen az otthonod, ezeket mind-mind a három kötőerőbe be lehet sorolni. És az élet tevékenységeid, a téged körülvesző dolgok, minőség, amilyen kötőerőben van, az fog rád hatni. Hát csak egy konkrét példákat mondok. Tehát például egy gyártelepen dolgozol, ahol koszos, büdös a levegő, csörögnek, csattognak a gépek, mindig zaj van, moraj van, a munkatársak is koszosak, mocskosak, vagy például üvöltő, káromkodó, csúnyán beszélő heavy metal zenét hallgatsz, és horror filmeket nézel, vagy olyan filmeket, ahol kinyírják az emberek egymást, vagy hallgatod a híradót, és nézed a tévét, és a rossz híreket hallgatod, most próbálok politikai korrektül beszélni, nehogy valakit megsértsek. Tehát hallgatod a sok szent a médiába, koszos a ruhád, koszos az otthonod, tamaszikusan étkezel, állott, romlott, rossz minőségű ételeket eszel. Most amiket soroltam, az mind a tamasz. Ezek vesznek körül, ne csodálkozz azon, hogyha majd a tested legyengül, mert betegszel, a tudatod pessimista lesz, és akkor kritikus leszel, önpusztítás, mártír leszel, panaszkodó leszel, és akkor éled az életedet ebbe a hülye, rossz minőségbe. Mert akkor egyértelműen az lesz az eredmény, hogy a tudat befelődik, és boldogtalan leszel, és akkor a lélek az elnyomódik, és te boldogtalanul leéled az életedet, és hibáztatsz mindenkit. De hát ez nem jó. Ez nem vezet sehova. Felismerted ezt? Lehet mondjuk most végtelen túloztam a példákkal, de csak gondold végig a rokonságodat, a barátokat, a magyar népnek a fele, egy harmada, ilyen hangulatban van. Elszenvedi a külvilág tényezőit, tamasszal veszi körül magát, és így viselkedik rosszul. Na de, akkor mi ezt ne csináljuk? Mi a megoldás? Végtelen egyszerű. Képtelen, végtelen egyszerű. Csak itt jön be a képbe a jóga életmód. Tehát nem elég csak álszanázni, vagy egyszer leülni egy héten meditálni. Ettől te nem leszel boldog és elégedett. Nem. Ez a filozófia, ez az életszemlélet, amiről beszéltem múlt előadásnál, meg most is, ez át kell, hogy hassa a hétköznapjaidat, és akkor így minden szegletét kell pozitív módon változtatni az életednek. Hát hogy? Hát akkor úgy, hogy olyan munkahelyed legyen, ami normális környezetben van, normális emberekkel. Akkor milyen zenét hallgatsz? Nem üvöltő, káromkodó heavy metalt hallgatsz, hanem instrumentális zenét hallgatsz, komoly zenét hallgatsz, meditációs zenét hallgatsz, olyan zenét hallgatsz, ahol pozitív mondatok vannak, lelkesítő örömök vannak, jó érzések vannak. Tehát olyan szavak, mondatok, gondolatok, ami a jóság minőségében van, ilyen zenét hallgatsz. Akkor ilyen filmet nézel. Tehát nem olyat, ahol össze-vissza gyepálják az emberek egymást is káromkodnak, hanem olyan filmet nézel, ahol üzen a film valamit, ahol tanít a film, ahol kiemel, ahol épít, ahol a jellemedhez hozzáad.
az ételek legyenek frissek, jó minőségűek, könnyen emészthetőek, szatvikusak, vegetáriánusak, erőszakmentesek. És akkor most torolhatnám, azt hiszem már nem kell szerintem tovább sorolnom. Tehát akkor elkezded az élet tevékenységeidet a jóság minőségébe csinálni. Tehát akkor a zenét hallgatsz, olyan tévéműsort nézel, és tévét ne néz, maximum csak filmet, olyan könyveket, regényeket, szépirodalmakat olvas, olyan leckéket, előadásokat hallgass, ami jóság minőségében van. És képzeld el, hogy durván működik. Tehát lehet, hogy beteges vagy, tompult vagy, életünt vagy, meg akarod ölni magad ennyire. Nagyon sok ember mély depresszióban van. Megint csak végig gondolom az saját életemet, én is estem már depresszióba. Már hívőként, jogásként estem depresszióba fél évig. Senki nem tudta, mert mint egy robot éltem az életemet tovább, de belül rottyom voltam. És hát ha végignézem a barátokat, ismerőseket, rokonokat, akkor ez sokszor sújt minket ez a depresszió, ez a tamagúna. Nincs más út, csak hogy apró lépésekkel elkezdesz ezen változtatni. Hogy akkor jó filmet nézel, jó könyvet olvasol, jó zenét hallgatsz, és ott vagy a mélyen, de ezek a dolgok, ha jó magasan vannak, jó minőségben, ezek hatnak rád. A vibrációjuk, az energiájuk, és elkezdenek téged fölemelni, és fölemelni, és fölemelni. És anélkül, hogy olyan óriási nagy erőfeszítést tennél, a környezeted, a minőséged, az életmódod fog kiemelni téged. Persze erre erőfeszítést kell tenni, mert a tamasztikus, depressziós elme semmit nem akar csinálni, és csak magára akarja zárni az ajtót, be akar takarózni, és csak az ágyba akar aludni. Ilyen a depressziós elme, vagy a nagyon tamaszos elme, vagy csak sörözünk, tévét nézünk, meccset nézünk, bulvármagazinokat olvasunk, butítjuk magunkat. Tehát ilyen a tamaszos elme. Tehát lusta, de még mindig itt jön be a jogába az, hogy lemondást kell gyakorolni, vagyis erőfeszítést kell tenni, hogy akkor ennek ellenére te próbálod az életednek ezeket a kis szeletkéit a jóság minőségébe betenni, és fölemelnek. Hát én is így jöttem ki. Nehéz korszakomból, hogy akkor nem is, hogy jóság minőségében lévő, hanem lelki dolgokat csináltam. Tehát Hare Krishna Mahá mantrát hallgattam, mindenféle lelki mantrát hallgattam, lelki tantúmesterem leckét, énekét hallgattam, bár ki voltam tőle, mert ugye depressziós voltam, de hallgattam, társultam olyan emberekkel, akik nem ilyen minőségben voltak, hanem jó minőségben, hogy ezek voltak a barátaim, a jogoktatótársaim, lelkitársaim. És hatottak rám, igaz lassú volt a folyamat, de kihúztak, fölhúztak, és változott a tudatom. És hogy már változott a tudatom, és a tamaszból fölkerült a rajaszba, már én magam is tudtam magamért tenni. Elkezdtem újra is szépen jogálni, szépen meditálni, szépen pránájámozni, szépen enni, mert az alatt az idő alatt milerit kajákat ettem, félkész kajákat ettem, 3 napig ettem ugyanazt, annyira nem érdekelt semmit. Hát hiába vega voltam, az étel minősége tamaszos volt. De akkor már értem a rajaszra, akkor elkezdtem magamnak főzni, akkor egyre jobb és jobbak lettek az ételek. Még nem, már megint szatvikus jóság minőségében lévő vegetáris ételeket ettem, és akkor az fölhúzott. És akkor így kikerültem ebből, tehát a tamaszból rajaszba, rajaszból szatvába. Mindenkinek ez az útja. Nem csak nekem. Neked is ez segíthet, hogy végigjárad ezeket a lépcsőket, kiszeded magad. De ehhez kell egyfajta lemondás, kell egyfajta változás, kell egyfajta tudatosság, hogy észrevedd akkor a kötőerőket az élet tevékenységeidbe, változtass rajtuk. És ezt az egész történetet azért mondtam el, mert megint visszatekerek az egész előadásom elejére, hogy emlékszel, volt az, hogy meghatározza a reakciómat a külvilágra az, hogy a tudatalattimban milyen emlékek vannak, mert ez jön fölfele, ad egy reakciót. Meghatározza azt, hogy az aktív tudatom, az intelligenciám, az elmém milyen állapotban van, mennyire fejlett, és meghatározza a harmadik ez, hogy milyen kötőerők hatnak rám éppen az adott szituációban, adott pillanatban. Tehát akkor fontos az, hogy te jó kötőerőbe tedd magad a szatvagúnában, mert akkor így fogsz jól reagálni a dolgokra. Ez Vili, ez így követhető volt? Oké, Zsoki. A következő, akkor az, hogy az aktív tudatot kell edzeni. Az aktív tudat minél inkább a tudatalattiba kerüljön és hatással legyen rá. Mire gondolok? Nem tudok rajzolni, pedig mindig szeretek rajzolni, tök jó lenne, ha lenne tábla. Most a kezemmel, képzeld el, hogy rajzolok. Most a kezemmel húzok egy csíkot, ez a csík, ez a sáv, ez a tudat teljes területe. Bár a tudatot nem lehet bekorlátozni, mert végtelen, úgyhogy már itt megbukott a kép, de most képzeljük el, hogy mégis véges a tudat, és ez a csík, ez a csík, ez a 100% tudat. A 100% tudatból kb. Ennyi az aktív tudat, és az összes többi a tudat alatti.
nagy része. És csak ennyi az aktív tudat, amit az ujjammal mutatok, és minden más tudat alatti. És ez a tömeg hat rám, és nyomja az ingereket, ahogy lereagálom a világot, az előadás elején elmondott példák alapján. És az egyéni aktív tudatom meg csak ennyike. Akkor hogy tudok a tudat alattimra nagyobb hatással lenni? Ha az aktív tudatomat kiterjesztem, és minél inkább az aktív tudatom sávját beletolom a tudat alattiba. És képzeld el, hogy annyira meg lehet ezt csinálni, hogy az aktív tudat teljesen ki tudja tölteni a tudat teljes tartalmát. Ettől függetlenül még lesz tudat alatti. Mit jelent ez? A tó megmarad, a tóvize megmarad, a tómeder megmarad, tehát van akkor tudat alatti, a szamszkárák ott vannak, az emléképek ott vannak, de te a figyelmedet kiterjeszted az egészre. Mert ugye a tó példájával nézem, akkor hogyha egy átlag normál szemléletmóddal nézem, akkor csak a víz felszínt látom. De ha mély a látásom, jó a látásom, tiszta a víz, akkor látok a vízben mindent is, már nem csak a felszínt látom, hanem a víz tartalmát is, és megértem a tavat teljességében. Na ugyanígy kell csinálni az aktív tudatot kiterjeszteni a tudat alattira, mert akkor bár ott vannak az emlékképek, de rögtön tetten érem, nyomon követem, felügyelem, és az intelligencia segítségével és a szatva minőségével, szatva jóság minőségében lévő elmémmel jó reakciót fogok hozni. Mire gondolok? Tehát tegyük fel, ha sok-sok életben megharapott a kutya, meg gyerekkoromban is agyon harapgált a kutya, és én félek a kutyától, ugye ez a tudat alatti tartalom, akkor ez ott marad, ez az élmény, és amikor megyek az utcán, meglátok egy kutyát, akkor jön a félelem, a rettegés, hogy azta, most engem ez meg fog enni, de ha az aktív tudatot ki tudta terjeszteni, mindjárt mondom, hogy, akkor van ez az élmény, tetten éred, kilélegzed a feszültséget, felülírod magad, megnézed, hogy most mi van, mi történt, most akkor mit élek én meg a jelenbe, mit érzek, pánikot, félelmet, úristen, megöl a kutya, de akkor elkezdesz gondolkozni józan észre. De hát ez egy kis csivava. Ez egy kutya is csoválja a farkát, és kis bájos, aranyos, mosolygós az arca, mert ezért szerintem ezt lehet látni. És ja, akkor nincsen baj. Jaj, mitől? Ja, persze, az előző életből jönnek az emlékképek, és már gyötörnek. De akkor kiegyenem ezt a feszültséget, kilélegzem, elengedem a zavaró gondolatokat, és már nem is félek. És akkor már tovább tudok menni, elengedtem a kutyát az utcán sétálva, és ennyi történt. Vagy, hogyha van ez a pozitív irányba is, hogy jön az a habitusú ember a szobába belépett, és én már úristen, akarok vele beszélni, meg akarom ismerni, és van ez a pozitív élmény hullám, rá akarom vetni magam az emberre, ez se normális, valljuk meg őszintén, akkor megint az történik, hogy az aktív tudatot kiterjeszted a tudat alatti élményekre, és azt mondod, na jó, akkor most mit élek én, meg mi történik? Hú, hát már ő a legjobb barátom, ő a szerelmem, ő az apukám, és ha ilyen érzések jönnek, akkor oppá, gondolkozz el, hogy ez nem jó, az múltból jön, akkor az aktív tudat az intelligencia józanság segítségével megérti, és akkor azt mondja, hogy jaj, oké, én még mindig szeretem ezeket a személyeket az elmúlt életekből, vagy a múltamból, de ezt a jelen embert itt jelenben nem ismerem, akkor most hagyok időt arra, hogy megismerjem, visszatérek a jelenbe, megélem normál módon a szituációt. Ezt itt tudjátok követni? Tehát az aktív tudatot ki kell terjeszteni a tudatalattira, és akkor nem fognak a külvilág dolgai rángatni minket, és mi magunk leszünk életünk kormányosai. És az életünk hajóját arra vezetjük, amerre mi akarjuk. De ez nehéz dolog ám. Nehéz dolog ám ilyen tudatosnak lenni. Hogy tudsz tudatos lenni? Tehát az aktív tudatot a tudatalattiba kiterjeszteni? Hogyha az elméd és az intelligenciád jól működik. Na akkor tudod. Az elméről és az intelligenciáról az előző előadásban beszéltem, mert a fesztivál esemény alatt volt, de majd akkor itt is megosztom ezen esemény alatt is, hogy elért utólag is. Ott elmondtam neked, hogy az elme az, ami érzéseket, gondolatokat felügyeli, vágyakat felügyeli, illetve döntést hoz, és az érzékszerveket is irányítja. És általában az elme az ösztönlény. Olyan, mint egy neveletlen gyerek, vagy egy betöretlen vadló, megy a saját feje után, az elme az nem akar semmi más, mint kielégíteni a testet. Sokat enni, sokat aludni, megvédenem ez enyém, de ez nagyon nem emberi, mert ezt egy kutya, egy macska is csinálja, amiket felsoroltam. És mi pont attól vagyunk emberek, hogy nem csak az ösztönöknek élünk, hanem emberi érzelmekkel tudatosan, intelligensen élünk, emberhez méltó módon, most így mindent leegyszerűsítek, de remélem nagyjából érted, mire gondolok. Ezért az elmét szoktuk fejleszteni, gyakorlással, lemondással,
És akkor itt lehet az életmódnak a fejlesztése, a kötőerőkben való lépegetés, a jóga gyakorlás, ászanák, pránaján, meditáció, relaxáció, a személyiséget építő, önfejlesztő dolgoknak az alkalmazása. Ez mind-mind segít abban, hogy az elmét kontrolláld, az elme jól működjön. Tehát az elme gyakorlással fejleszthető, elme kontrollal fejleszthető, majd lehet, hogy erről is egy külön előadást tartok, most csak így ennyit mondok. Az intelligencia pedig tanulással, tudással fejleszthető. Megtanulod, hogy mi hogy működik. A dolgok mögé látsz. Lelki intelligenciára teszel szert. Erről a lelki intelligenciáról és megvalósított intelligenciáról is beszéltem előző előadásba, azt idézd föl. És az intelligencia ilyen tudással felfegyverzett, és az elme gyakorlással fegyelmezett, akkor az elme és az intelligencia együttműködővé válik. Olyan, mint az anya és a jól nevelt gyerek. Ha az anya és jól nevelt a gyerek, akkor ezek ketten együtt tudnak működni, és tudod nevelni, fejleszteni a gyermekedet. Vagy a ló és a lovas példája. A lovas az intelligencia, a ló az elme. Ha az elme, a ló nincs betörve, hiába ülsz rá, össze-vissza fog ugrálni és ledob a ló, nem jutsz el egyik pontból a másik pontba. Tehát, hogyha az elme nincs szabályozó, a ló, nem működik a tudat. De ha a lovas nincs jól megtanítva, ha a lovas nem profi, ha a lovas nem jó szakember, akkor hiába van betörve például a ló, az elme jól szabályozza, a lovas akkor se tud vele hova menni, mert ráül, mint pedig én most ráülnek a lóra, fogalmam nincs, hogy tudnék vele menni. Persze lehet, hogy produkálnámat magam is rájönnék, de valószínű, hogy nem biztos, hogy jó irányba menne az a lovacska. Tehát akkor a lovat megtanítom, betöröm, barátommá teszem, együttműködő jószággá teszem, tehát az elmét gyakorlással, önkontrollal fejlesztem. Az intelligencia lovas pedig tudással fejlesztető, tehát kitanulom azt, hogy hogyan kell lovat vezetni. És ha mind a kettő tanult fejlett, akkor a jó lovas ráül a betört, betanított lóra, együttműködnek és haladnak. Ugyanezt kell a tudatban játszani, az elmét, intelligenciát fejleszteni, összhangba hozni, és ha megvan ez az összhang, a tudat tud fejlődni. Az aktív tudat erőssé válik. És akkor ezzel tudod elérni azt, hogy az aktív tudatodat kiterjeszted a tudat alattira, és mindenről tudatos vagy, mindent tudsz irányítani, és megfelelően tudod lereagálni a külvilágot. És ez nagyon fontos, a megfelelő reagálása a külvilágnak, mert is az elégedettségnek és a boldogságnak egy kulcsa. Mert különben csak a programok fognak futni, lereagálod a világot, és mindig szenvedni fogsz, és mindig sajnáltatni fogod magad, és mindig áldozat leszel. De hát ez hova vezet? Hát sehova, csak a tamaszba. Ezért ezt észre kell venni. Jó? Akkor visszatekerek megint ez a gondolatmenet elejére, akkor volt az, hogy hogy tudom a reakciómat jobbá tenni, a tudatalattimat változtatni. Volt, hogy akkor jobb kötőerőbe megyek, szatvagunába, az kihat az egész tudatomra, és így fejlődök. A másik volt az, hogy az aktív tudatot a tudatalattira kiterjesztem. És a harmadik pedig az, ahogyan tudom a reakciómat javítani, a külvilággal való kapcsolatomat javítani, és azt, hogy én jól megérjem a dolgokat, éljem a dolgokat, hogy a tudat alattit mégiscsak tisztítom. Mert az előbb azt mondtam, hogy ott marad az emlékkép, ott marad az élmény, csak fölül tudom írni. Oké, ez egy szint. De van egy következő szint, amiről most beszélek, amikor már nem maradott az emlékkép, hanem kisöpröm, kitisztítom. Ez olyan, mint a tó példája megint. Ott van a tó akkor jó, hogyha átlátszó, kristálytiszta a vize, és minden növény egészséges, minden halacska egészséges, és minden látható, minden pulzál, minden mozog. Átjárható, szép, tiszta. Ha ilyen a tó, az a jó. Ugyanígy van a tudatunkkal, ha a tudatunk tiszta, a tudatalattink nincs tele ilyen sok-sok szamszkárával, tudatalatti lenyomattal, ami gyötör, az a jó. A tavat is ki tudod tisztítani. Kotrod, medred, kidobod a szemeted belőle, hát baktériumokkal, meg mindenféle élő ökoszisztémával, kultúrával tudod a vízminőségét javítani, és akkor kimegy az alga, kimegy a békanyál, meg mit én ott szokták ezt igazából, nem értek hozzá, csak gondoltam, jó példa lesz. A lényeg az, hogy a tavat is lehet tisztítani valamilyen úton mondani, hogy a víz átlátszó legyen, és akkor szép lesz a tó. Képzeld el, hogy a tudat alattit is lehet tisztítani. Ez durva jó, mert akkor minden meg tud változni bennünk, és akkor a világ változik, meg te változol, meg boldog leszel. Na, akkor most kérdezhetnéd, hogy oké, de én hogy tudom tisztítani a tudatalattimat?
Itt már nem elég csak az, hogy a szatva minőségébe, a jóság minőségébe vagy. Itt nem elég már az, hogy az elme és az intelligencia együttműködik. Itt nem elég az aktív tudatnak az ereje. Mert az addig tart, amit az előbb elmondtam. Be kell hozni még egy tényezőt, ha a tudat alattit akarod tisztítani. A lelki minőséget. A lelki energiát. Mi számít lelkinek? Ami a lélekkel önvalóval kapcsolatban van, ami a lelki világgal kapcsolatban van, vagy Istennel, vagy Isten valamelyik formájával kapcsolatban van. Amit elmondtam, ha kapcsolatban van ezekkel, akkor az lelki. Ezt a lelki dolgot akkor tudod alkalmazni. Ez lehet egy személy, egy tárgy, egy ima is lelki. Személy úgy lehet ima, hogyha lelki gyakorlatot végez, ez lehet egy bölcs, egy jógi, egy pap, egy szent. Egy tárgy lehet úgy lelki, hogy lelki gyakorlatban van lefoglalva. Lehet a szó is lelki, hogyha a lelket, a lelki világot Istent írja le, az ő dicsőségéről beszél, vagy a lélek fejlesztéséről szól. És így tovább, és így tovább. Most ebben nem megyek mélyebben bele, majd lehet, hogy erről is tartok egy előadást, hogy akkor mi lelki, és hogyan tud valami lelkivé válni. De most csak így elvszinten értsétek meg, hogy akkor mi a lelki energia, mi a lelki minőség. És akkor ezt kell behoznod az életedbe. És nem csak a meditációban, mert most meditálni, mit szoktunk meditálni? Az a környezetemben, a Krisna hívők vagy a jogások környezetében, ha valaki egy-két órát meditál, ugye mi tradíciónkban 2 óra meditáció van előírva nagyjából, vagy 1,5 óra per nap. De hát 2 órát meditálni egy nap, az nagyon haladó szint, és most kérdezzem én, hogy ti csináljátok, vagy ha nem csináljátok ezt? Nem sokan. Most nem le akarlak beszélni erről titeket, csináljátok, csak én is ezen vagyok, hogy majd egyszer összejön, hogy ennyit csináljuk minden nap. De a lényeg, hogy nem csak a meditációba kell a lelki minőséget behozni, hanem megint az életedbe. Ugye beszéltem az előbb az olvasmányról, az étkezésről, a munkádról, a társaságodról, a környezetedről, hogy a jóság minőségébe legyen. De nem csak a jóság minőségbe tudod hozni ezt, hanem lelki szintre tudod hozni. Mit jelent ez? Fogadd el azt, hogy te lélek vagy, Isten szerves része vagy, Isten szolgája vagy. És amit te teszel, a tetteidet ajánld föl neki. Végezd úgy a cselekvésedet, hogy az áldozat legyen Isten oltárán. És hogyha így cselekszel, akkor a tetted bár látszólag anyagi, de annak eredményét, munkát, gyümölcsét, vagy egy részét felajánlod Istennek, onnantól kezdve már lelkivé válik a cselekvésed. Mit jelent ez? Adományoz, segíts rászorulókon, segíts egyházokon, hívőkön, jogikon, fizikálisan, mentálisan, pénzügyileg, ahogy tudsz, jelen léteddel segíts. És ez a fajta szolgálat, ez lelki dolog, és akkor így, vagy a megkeresett bevételed egy részét, egy 1%-át mindig adományozd el lelki célokra, és akkor így a munkád gyümölcséről lemondva lelkivé válik a cselekvés. Vagy az étkezés. Ugye vegetáriánus ételeket eszünk, jogások, te ahogy tudsz úgy étkezni, most nem akarlak befolyásolni, de például a vegetáriánus ételeket föl lehet ajánlani Istennek, és ha felajánlod Istennek, ő elfogadja, érintkezik vele, az étel lelkivé válik, és már nem anyagi vegetáriánus ételt eszünk, hanem lelki ételt eszünk, praszádamnak, kegynek hívjuk, és ez amikor eszed, nem csak a testedet fogja táplálni, hanem a szívedet, a tudatodat, a lényedet is átalakítja. Így a táplálkozásod lelki szintre kerül. Vagy a zenék. Az előbb mondtam, hogy hallgass instrumentális zenét, komoly zenét, szép zenét, de lehet lelki zenét hallgatni. Ez lehetnek imák, mantrák, lehetnek okos gondolatokat megfogalmazott énekek, lelki mondani valót megfogalmazó énekek. Hát mi leginkább mantrákat szoktunk. És akkor rögtön a zene le van foglalva, és lelki szintre emelkedett ezáltal. Otthonod. Hogyan tud otthonod lelki lenni? Elfogadod, hogy semmi nem a tied, hanem minden Istené, és te csak használod. Ebben az életben kaptad a sorsod alapján, vagy ajándékként, kegyként, megkaptad a házadat, amit használhatsz, de tudod, hogy nem lesz örökkévaló, mert meghalsz, vagy elköltözöl, tehát előbb-utóbb vége lesz. Használod a házad, de tudd, hogy minden Istené, még a házad is. Ha így gondolsz rá, már lelki, és ez így oké. De hogyha beteszel egy isteni képet, egy gurúról egy képet, Jézusról, vagy akit imádsz istenségről, beteszel képet, kialakítasz egy kis oltárt, akkor az már nem sima ház, az már templom. Például látod, itt nálam is van, minden videón láthatod, direkt csinálom azt, hogy lásd,
Mögötte, én Krisna hívő vagyok, mögöttem ott van az oltár, a murtik, két pici alakot látsz, majd egyszer megmutatom őket közelről is, hogy megismerjétek. A lényeg, hogy a Krisna tudatban, a hinduizmusban van ilyen, hogy Istent meg tudjuk formázni. Nem akárhogy, tehát ez nem bálványimádat, hanem a védikus szentírások nagyon szigorúan leírják, hogy hogy néz ki. Beavatott szerzetesek, papok, hozzáértő emberek megformázzák ezt a formát. Egy lelki tanítómester meghívja Istent abba a formába, onnantól kezdve a forma nem forma, hanem murti, Isten szobor. És akkor mi murtikat imádunk, vagy képformájában, vagy így szoborformájában, és akkor innen kezdve Isten itt van, az oltár itt van, az én szobám az már szent hely, az otthonom egy templom. Persze, akkor most nem kell úgy élnem, mint egy szerzetes, ne értsétek félre, nem kell szélsőségekbe gondolkozni, mert én ugyanúgy élem itt az életemet, ugyanúgy szoktam itt jogázni, mozogni, takarítani, enni, tehát élem az életemet, attól függetlenül itt az oltár. De reggel este keltem, fektetem őket, vizet, ételt, füstölőt ajánlok nekik, virágot ajánlok nekik. Innentől kezdve az otthonom lelkivé válik. Most akkor mondtam zenét, a tetteimet, az otthonomat, de minden élettevékenységet végig tudnék sorolni, ami a jóság minőségébe sorolható, azt mind lelkévé is tudjuk tenni. És hogyha lelkévé teszed, akkor bejön az életedbe a lelki minőség, és nem csak a meditáció ide alatt lesz ott, hanem az egész életedben ott lesz. És ha bejön a lelkiség, akkor az a lelki energia az megtisztít. Tudatalattidat kitisztítja, ha tudod, ha nem, ha érzed, ha nem, ez működik. Az a legdurvább, hogy képzeld el, hogy ehhez a hit tudományhoz, vagy hit tételhez, vagy én úgy mondom a természet törvényhez, nem kell hit se. Tehát a hithez nem kell hit, csak csinálni kell, nagyon durva, működik. Ez olyan, mint hogy nekem nem kell bebizonyítani azt neked, hogy a víz oltja a szomjadat. Hát hogy kéne ezt bebizonyítani, ezt nem lehet. Igyál vizet, és fogod érezni, hogy oltja a szomjadat. Ezt érted? Éhes vagy? Bebizonyíthatom neked akár, hogy az étel jól lakat és nem lezeli, ezt nem lehet bebizonyítani, hanem azt kell, hogy egyél. És itt tovább, most mondhatnám a példákat. Vannak dolgok, amiket nem lehet bizonyítani, nem is kell bizonyítani, hanem mi van helyette? Tapasztalat. Saját élmény van helyette, hogy a víz után nem vagy szomjas, az étel után nem vagy éhes, megtapasztaltad. Ugyanígy, amikor a lelki minőség bejön az életedbe, én ezt nem tudom bizonyítani, hogy az átalakít, de fogod érezni, ahogy a vizet érzed, az ételt érzed. Ugyanígy a lelki minőséget is fogod érezni, és belülről érzed, hogy átalakít, és jobbá tesz. És ez durván működik, képzeljétek el. És akkor ezen minőség bekerül az életedbe, és a tudatalattid átalakul, anélkül, hogy most hiszel-e benne, vagy tudod, hogy mi történik. Mert azt se kell tudnod, hogy most a víz hogy megy le a torkodon, hogy megy végig a nyelőcsöveden, mi történik a hasadban, hogy szívódik föl. Egy egész élettani anatómiai folyamat, biológiai, kémiai folyamatok sokasága indul el végtelenül, mire a tested megkapja a vizet, és a sejtekhez eljut a táplálék, és a szomjúság nem lesz ott. Hát, ha tudod, ha nem, hogy működik az ivás és az emésztés és a felszívódás, működik. Ugyanígy, ha tudod, ha nem tudod, hogy a tudatalatti hogyan tisztul, tisztul. De mégis fogod tudni, mert tapasztalod. Úgy képzeld el a tudatalattit, hogy egy koszos, ragadós cucc, azt ki kell onnan söpörni. Nem elég csak locsolgatni, kis vizecskével tiszta legyen, hanem kell a tűzoltó fecskendő is ezerre nyomni a vizet sugárba, hogy az a sok-sok dzsuva kimenjen ott, hiszen ki tudja hány élet óta vagyunk ebben az anyagi világban, ki tudja mennyi rossz vagy jó vagy akármilyen semleges emlék ott van bennünk, ami a tavunkat, a tudatunkat beszennyezi, és nem jól reagáljuk le, nem jól élünk, és azt már nem ismerem mondani, a lelket és Isten se látod, mert annyira be vagy fedve. De ha megtisztítod magadat, a tudatodat, akkor megint mindent látni tudsz, és mindent a maga valójában tudsz megélni, és ez az igazi boldogságnak a forrása. Tehát akkor az életed során így tudod a lelki minőséged behozni, és tudsz változni, de azért lehetsz kicsit direktebb is, imádkozol, templomba jársz, meditálsz, lelki olvasmányokat, szentírásokat tanulmányozol, jógaírásokat tanulmányozol, jóga szentírásokat olvasol, nagy bölcsek, lelki vezetők tanításait, előadásait hallgatod. Ez, amikor azt mondom, hogy direktbe behozod a lelki minőséget. Ez azért jó, mert akkor nem csak tudatlanul működik a lelki energiának az átalakító hatása, hanem az intelligenciát is elkezdett fejleszteni, és egyfajta tudatosság is belejön a folyamatba, amely még hatékonyabbá teszi a folyamatot. Tudod, hogy hol kell tisztítani, és akkor hatékonyabb lesz. Tehát akkor ezt tudod csinálni,
hogy akkor a hétköznapi tevékenységeken túl tényleg rendszeresen relaxálsz, meditálsz, mantrázol, imádkozol. Mi ugye a Hare Krishna Maha mantrát szoktuk zengetni non-stop, mert a Maha azt jelenti, hogy legnagyobb. A legnagyobb mantra minden más mantra hatását magában foglalja. Így olyan, mintha a védikus himnuszokat egyszerre mindegy zengetnéd, és így tisztítja. De ha te most nem a Vaisnava vonalon, a hindu vonalon mozogsz, a jogáddal vagy a hitvilágoddal, akkor amibe vagy, zsidó, keresztény, muszlim, ezek jutottak eszembe, de remélem nem hagyok ki semmit, nehogy megsértsek valakit. Tehát bármelyik világvallást, amelyik hiteles, ősi, tradicionális, azt követheted, mert mindegyikben lesznek ilyen tanítások. Az életmódra vonatkozóan, a becsületre vonatkozóan, hiszen ott van a Yamaniyama elvek, ott van a 10 parancsolat például a keresztényeknél, ugyanígy megvan a zsidóknál és a muszlimoknál is az iránt mutató elvek, illetve az imádságok, az énekek, a dalok, amik mind lelkiek. Tehát nem kell most neked egy banállal leragadni, amit én kifiselek, ha ezzel nem tudsz azonosulni, akkor más lelki utat válasz. De mindegyik ilyen hiteles jóga irányzatba vagy vallás irányzatba ott lesznek ezek, amikről beszélek. És ezeket akkor von életedbe. Képzeld el, hogy hihetetlen mód elkezd a tudatalatti megtisztulni. És akkor van a szatvagóna, amit behoztál, az aktív tudatot fejleszted, a tudatot magasabb szintre emeled, kinyomva a tudatalattit, és behozod a lelki energiát, a lelki minőséget, ami kimossa a tudatalattinak a rossz lányomatait. Ha ezeket így párhuzamosan csinálod, hol egyiket, hol másikat fogod tudni jobban csinálni, aztán egyszerre majd mindet is, akkor nagyon mélyen tudsz hatni magadra. Átalakul a tudatalatti, megtisztul. És ennek nem csak az lesz a következménye, hogy a jelenbe tudsz lenni, és jól tudod reagálni a körülményeket, és megélni, és hogy anyagi szempontból boldog leszel, hanem elkezded tudni tapasztalni az önvalót és Istent. A lelket és Istent. És a jogának ez a végcélja, hogy az önvalót elérd, és azt az önvalót kapcsolod a legfelsőbb személyhez. És ez a jogának a jelentése is, hogy kapcsolódni, összekötni. Ezt jelenti a joga szó, és a lelket kapcsolod a legfelsőbb lélekhez. És akkor lehet, hogy itt hagynám abba az eladást, mert akkor múlt órán beszéltem az elméről, intelligenciáról, hamis egóról, hogy a boldogságot miért keressük. Most beszéltem a tudatról, tudatalattiról, hogy tudod a tudatalattit kimosni. És akkor a következő alkalommal lehet, hogy beszélek a lélekről is Istenről, aztán beszélek a reinkarnációról, a karmáról, beszélek még a kötőerőkről, ha kell bővebben, az intelligenciáról, beszélhetek életmódról, jamáról, nyomá elvekről. Rengeteg kézzelfogható, hasznos gyakorlati tanításon a joga filozófiába. Ezeket szeretném majd neked átadni az előadások során, úgyhogy gyere majd kövess. És aztán majd ilyen módszereket is tudok mondatni neked, tanítani, meditációkat, mély relaxációkat, hiszen ezekkel tudod még a tudatalattit átalakítani, hogyha megfelelő meditációt vagy relaxációt csinálsz. Ugye vannak mély relaxációk, ahol szankalpát megfogalmazunk, pozitív önmegerősítést, és ezeket a pozitív önmegerősítéseket is megtanulod, és beviszed magadba, akkor a pozitív minőséggel a negatív tudatalatti lányomatokat át tudod alakítani, és belülről a személyiségedet átalakítod. Tehát erre konkrét gyakorlatok is vannak, úgyhogy majd ilyenekről is fogok neked beszélni. Tehát rengeteg téma van itt, és most ez eléggé ilyen filozófikus milyen szántó volt. Nem lesz mindegyik ilyen. Néha könnyebb, néha nehezebb téma lesz, néha gyakorlatiasabb téma lesz, néha elméleti téma lesz. Én azt gondolom, hogy mindegyikre szükség van. Én olyan típus vagyok, hogyha megértem, hogy mi mögött mi van, akkor jobban csinálom a folyamatokat. Remélem, te is ilyen vagy, hogyha intelligenciában megérted, akkor jobban be tudod tenni az élet viteledbe is ezeket a tanításokat. És akkor ez lenne a célom, hogy akkor ne csak beszéljünk róla, hanem csináld is. Úgyhogy esetleg, ha most valami hasznosat találtál az előadásba, azt ültesd át, illetve gyere, kövess engem. Akkor a Selfness Yoga oldalon létre fogok hozni eseményeket, ott fogod látni ezeket a linkeket, és akkor tudod őket nézni. A jogás videók azok törlődni fognak egy idő után, és akkor mindig rá leszel időzőjelbe kényszerítve arra, hogy élő időben nézd, valós időben. Ez a varázs arra, hogy kapcsolódjunk. Az előadásokat viszont fönt fogom hagyni, így azt bármikor utólag is vissza fogod tudni nézni, mert ezek olyan kis értékesek, hogy szeretném, hogy megmaradjanak neked. Tehát akkor már ezt gondoltam, örülök, hogy ilyen sokan követtetek.
a figyelmetekkel. Már bearanyoztátok az estémet ezzel, hogy meghallgattatok. És akkor várlak titeket a jövőben is, nézzétek a Selfness Yoga oldalt és a csoportokat, és lépjetek be, és tudtok kapcsolni hozzám. Itt megint a részvétel nyílt, bárki jöhet. Hogyha te is most nagy bajba vagy, így a karantén miatt, akkor ez most ajándék volt neked, ez a előadás, hogy megsegítse az életedet, és kicsit pozitívabban lásd magad, és lásd, hogy van kiút, csak kell változtatni, és a szatvába lelki szintre lépni, és akkor jobb lesz. Ha pedig olyan lehetőséged van, hogy tudsz adományozni, mert a munkád megmaradt, és van módod, akkor szívesen veszem, mert az én munkám is most ideig, óráig megszűnt, nincs workshop, tanfolyam, tábor, semmi, ezért szükségem van valamire, és akkor ti tudtok segíteni nekem, hogy túlvészeljem ezeket a hónapokat, és akkor itt az esemény leírásában rámész magára az eseménybe, ott a bejegyzést, körgessétek le az oldalt, ott a bejegyzésbe vagy a leírásba rá kell kattintani, fogod látni a nevemet, bankszámlaszámomat, oda tudsz utalni adományt, amennyit gondolsz. Ha utalsz, akkor kérlek, hogy mindenképpen a teljes nevedet és a címedet írd oda, mert számlát kell kiállítani róla, vállalkozó vagyok, és ez így lesz törvényes. Hát köszönöm, hogyha segítesz így is, és azzal még inkább segítesz, hogyha követed, amiket mondod, és a jövőben is találkozunk. Örültem nektek, neked, és akkor várlak téged egy hét múlva sok szeretettel csütörtökön 6-tól jogára, 8-tól előadásra. Addig is szép napokat neked, és jó egészséget! Szia!